A magyar államalapítás ünnepe augusztus 20-a kapcsán magas állami kitüntetéseket adtak át Budapesten. A kárpátaljai magyar közösség identitásának megőrzését szolgáló kiemelkedő közéleti és tudományos tevékenységéért elismerésben részesült dr. Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense, a főiskola felnőtt képzési központjának vezetője, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója, aki Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át. Stúdiónk vendége Váradi Natália, köszöntöm és gratulálok a díjhoz. Köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a gratulációt. Itt két fontos tevékenységi kört említenek ugye az elismerés kapcsán. Vegyük talán sorba először a Géniusz Jótékonysági Alapítványt, amelyről ugye tudni kell, hogy a Kárpátaljai Magyar Főiskola és a KMPS 9 évvel ezelőtt hozta létre a Kárpátaljai Magyar Gyerekek, tehetséges magyar gyerekek felkarolása érdekében. Ugye, csak hogyha 2019-et vesszük, az elmúlt éveket nem, akkor is rengeteg program volt, amit a Géniusz megvalósított idén már, például vegyük mondjuk a táboroztatást. Hogyan sikerült az idei év az önök számára? Köszönjük szépen, igazán sikeres évet tudhatunk magunk mögött, hiszen több mint 2000 gyermekkel dolgoztunk együtt az idén is, és az a legutóbbi táboroztatási időszakban is 233 gyermekkel dolgoztunk. 5 különböző táborunk volt a nyár folyamán, népzene, néptánc, 2 különböző, ráadásul sport, színjátszás, alkotótábor. Azt gondolom, hogy minden gyermekben benne van a tehetség, és a mi dolgunk az, hogy megtaláljuk ezeket a tehetségeket, felfedezzük, és mindenképpen támogassuk őket, hiszen gyökereket és szárnyakat kell számukra biztosítani. Szárnyakat, hogy szárnyaljanak a tehetségük által, tehetségük miatt, és gyökereket, hogy tudják, hogy itt vagyunk, számíthatnak ránk. Hiszen azt gondolom, hogy a jövő csak a tehetségekkel épülhet, és a tehetségekbe befektetni, ez azt jelenti, hogy megalapozzuk a jövőnket, és nem csak az ő jövőket, hanem a mi jelenünket is, a jelenlegi generációit. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy Kárpátalján valamennyi tehetséget megtaláljunk, felkaroljuk és támogassunk, illetve lehetőségeket biztosítsunk számukra tehetségük megfelelően. Hát ez tulajdonképpen egy misszió, ugye az alapítvány munkájában, hogy felfedezik a tehetséges fiatalokat, és működtetnek tehetségpontokat is, ami ugye az oktatási tanévnek az első fél évében intenzíven működik. Idén ez hogyan lesz, szeptember 1-től beindul-e? Azt gondolom, hogy a tehetség az a társadalmi tőke, ami a magyarság előrehaladásának legfontosabb forrása, tehát ő a jövőnk, így folytatni kívánjuk a megkezdett munkát, amit 2011-től végzünk. A 8 tehetségpont lefedi Kárpátalja magyar lakta területeit, 99 kárpátaljai magyar iskola csatlakozott hozzá, melyben 2136 gyermek vesz részt, és 168 különböző oktatóval dolgozunk együtt. Az esélyegyenlőség jegyében a nyár folyamán kidolgoztuk azokat a tananyagokat, melyeken keresztül az ősz során megvalósíthatjuk a tehetséggondozó tevékenységeinket hétvégenként. Melyek ezek? Tehát milyen témakörben, tehát milyen tantárgyakból próbálják például felfedezni a tehetségeket? Valamennyi iskolai tantárgyat felkaroltunk, ez azt jelenti, hogy csoportosításban, blokkokban dolgozunk, például matematika, fizika, informatika alkot egy blokkot, biológia, kémia, földrajz még egyet, és itt sorolhatnám, tehát tantárgyi blokkokat hoztunk létre, és korosztályi csoportosításokat, tehát 5. 6. osztály például együtt van, vagy a 9. 10. osztály együtt, tehát csoportosítjuk őket, hogy egymástól is tanuljanak, ismerkedjenek, barátkozzanak, és olyan kapcsolatok is kialakuljanak a tanulmányaik során, ami hosszú időre szóló barátságoknak is az alapja. Tulajdonképpen 3 dolog miatt kapta a díjat. A második dolog, ez ugye a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola felnőtt képzési központja nevéből adódóan is ugye felnőttek számára indít képzéseket különböző korosztálynak, csak hogyha az utóbbit vesszük, például számítástechnikai képzést indítottak szépkorúak számára, tehát már ugye a neve is ilyen szépen és jól hangzik, de talán az egyik legnagyobb létszámú képzési programjuk ez a magyar, mint idegen nyelv, és ukrán, mint idegen nyelv program, mert itt a legtöbb a jelentkező, tehát a legnagyobb az érdeklődés. Mit kell tudnunk a felnőtt képzési központról? Nagyon szívügye önnek ez a központ. Igen, többek között ez is. 2004-ben a Rákóczi Ferenc Főiskola azért hozta létre a felnőtt képzési központot, hogy a globalizálódó világhoz és az élethosszig tartó tanuláshoz hozzá segítse az embereket. A munkaerőpiacon való boldoguláshoz ezért számos átképzés, továbbképzést valósítunk meg munkanélkülieknek elsősorban, például méhész, pék, cukrász,
sorolhatnám, idegenvezetés, turizmus, és tesszük ezt kicsiktől egészen a nagyokig. Ugyan felnőttképzési központ maga, tehát a felnőttekkel foglalkozunk elsősorban, de természetesen kiskorúak is beiratkozhatnak ezekre a képzésekre, akik legalább 9. osztályos általános iskolás bizonyítvánnyal rendelkeznek. Tehát 2004 óta több tucat és számos különféle képzést valósítottunk meg, és igen, legutóbb a szépkorúak számára indítottunk tanfolyamot, hiszen nekik is kapcsolatot kell tartani családtagjaikkal, akik ugye sajnos a rossz gazdasági helyzet miatt külföldre kényszerültek, vagy épp tovább tanulnak különböző magyarországi egyetemeken. Nagy öröm számomra, hogy 83 éves hallgatónk is van, aki nagyon ügyesen tanul, és már most készülnek a vizsgára, hiszen 30-án lesz az ünnepélyes oklevél átadó ünnepség, és nagyon intenzíven zajlanak a foglalkozások. A magyar mint idegen nyelv tanfolyam korábban is, tehát 2004 óta létezett a Beregszászi Főiskola bázisán. Ami talán új 2016 óta, az az, hogy nem csak a főiskolán, hanem Kárpátalja számos településén valósítjuk ezt meg. Így jelen pillanatban 49 helyszínen zajlanak a foglalkozások, 3110 fő vesz ezen részt 209 csoportban, és a ukrán mint idegen nyelv tanfolyam azért új szintén, mert megint csak nem a főiskola bázisán, nem csak a főiskola bázisán, hanem Kárpátalja szerte valósul meg 565 hallgatóval. 2016 óta a magyar mint idegen nyelv tanfolyamon Kárpátalja szerte több mint 21 ezer ember vett részt, ezért mondható talán ennyire nagyon sikeresnek, és a végén tehetnek szintfelmérési vizsgát, hiszen a Beregszászi Főiskola felnőttképzési központjában működik az ECL nemzetközi vizsgaközpont, amelyet szintén én vezetek, és ott megmérhetik, vagy lemérhetik, hogy milyen szinten ismerik a magyar, ukrán, angol, orosz, német nyelvet. És akkor a harmadik, ez az önnek szintén egy nagyon kedves területén, azt hiszem, és nagyon fontos, ez az 56-os kutatások, ugye állami levéltárakban, KGB dokumentumok után kutatott, végzett tudományos munkát. A jövőben milyen kiadványok jelennek meg ezzel kapcsolatban? A kutatói pályán dr. Sós Kálmán egykori rektorunk indított el, az 1956-os forradalom kárpátaljai dokumentumait kutatom sajtólevéltári források tükrében, illetve orál história alapján is. Talán a legfontosabb része ennek a kutató munkának azok az 1956-os deportáltak, akik az ungvári börtönben voltak kihallgatva hosszú hónapokon keresztül, majd pedig visszaszállítva Magyarországra. Ezeket a neveket dolgozom fel, az ő kihallgatási jegyzőkönyveiket szemközzé. A másik része a kutatómunkának az a kárpátaljai 56-os politizáló csoportok nevének a megismertetése, illetve a jegyzőkönyveiknek a közreadása. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan hiánypótló feladatok vagy munkák, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy az 1956-os forradalmárok neveit tisztázzuk, az 56-os események a megfelelő helyre kerüljenek, hiszen a 21. századi történésznek az 56-os forradalom eseményeinek tisztázása nem csak szakmai, hanem erkölcsi kötelessége is. Megjelentek munkák a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár kiadványában, a Beregszászi Főiskola több kiadványában, illetve jelenleg a Magyarországos Levéltárral dolgozunk együtt egy kiadványon, ami várhatólag egy éven belül meg fog jelenni. Gondolom, akik hallották ezt a beszélgetést, azok rájöttek, hogy egy ilyen tartalmas munka után nem véletlenül kapta Váradi Natália ezt a magas magyar állami kitüntetést, amihez még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen a gratulációkat is.